ti magad annyira szeretném. Mondom, aki valahogy ismárták. Tudja mi? Mióta megismárták, adóta csak vársadjunk. Akarja, hogy felolvassad? Hogy ne gézzük, olvassam, ha hogy ne. Na sajnál, mit itt az olvasó szemüvegem, de azért imádom. Na Jézusa! Talpig úriember, a szüleimnek is nagyon szimpatikusám. De én most mondok magának valami nagyon meglepőt. Én már elgondoltam, hogy felmegyek magához. Mit szól hozzá, Jézusa? Mit szólok hozzá? A feljön hozzá? Hát, ha nagyon akarja. Arra van egy patika. Ja, jó, akkor egy. Ó, egy férfi! Tudja, nekem gumipók kell volna szükség. Azt hiszem, meg semmi akadálya. Csak én nem patikus vagyok, hanem fék. Igen, szóval sütődél, átadottam hozzá, és ilyen nagy pénzt adni. Hát nem tudok visszaadni. Sajnálom, nincs apró. Lányok, föl tudjátok váltani az 500-ost a kotonos úrnak? Nézd meg a kávéhez, hát ha abból tudsz visszaadni, ha már olyan sürgős az úrnak. Parancsoljon.
Tessék már engem összezavarni, még összekeverik mindent, azt engem ültetnek, lehet. Ez az úr volt, aki a podon kérte. Itt van, tessék. Bácsom, abban vagy, itt tetszik, fogyaszt. Tetszik, úgy kihasznál. Ott hiszem. Nem valami meggyőző volt a válasz. Tessék a blokkot eltenni, mert reklamációt csak ebben fogunk elfogadni. Na, látom, végzett Gézuka, de sajnos van ám egy kis probléma. Tudja, minden nőnek vannak nehéz napjai, ugye érti? Ne törődjön vele a sarika, nekem ma úgyis mindegy. Visszamegyik, bálok a sorba, újra egy szarnyos betétét.